Kocsis János tavasszal 10 fordulóval a bajnokság vége előtt vette át a mándoki csapat irányítását. A 10 mérkőzés elég volt arra, hogy felmérje a játékos keret erejét és eldöntse, hogy az értékek megtartása mellett olyan futballistákat kell igazolni nyáron, akikkel megerősödve nem kell majd ősszel hátrafelé tekingetni a tabellán. Amikor érkeztem, akkor létszámát tekintve azért nagyon kevesen voltunk, bár ugye, ahogy már az előbb is mondtam, minőséget tekintve szerintem az osztálynak megfelelő volt. Igazából fontos volt, hogy helyre tudjuk tenni a védekezést, és abból gyors kontrákat indítsunk, és esetleg így fokozatosan építsük a játékunkat. Nyáron is így kezdtük a felkészülést, és ez volt az elsődleges, és későbbiekben, amikor ugye játszottuk a mérkőzéseket, meg a bajnokságban is, ugye hál' Istennek sikerült eredményesen szerepelnünk, egyre inkább támadóbbá tudtuk tenni a csapatunkat. A Mándok végül az első helyen zárta az őszi szezont. A negyedik Kálus Emint 3, a harmadik Tarpát 2, a második Máté Szalkát pedig egy ponttal előzi meg Kocsis János együttese. A csapat 11 győzelem mellett egy döntetlent játszott és háromszor szenvedett vereséget. A Mándok 4-es volt versenyben a legtöbb gólt lőtte, és a második legkevesebbet kapta a mezőnyben. Igazából azt gondolom, hogy elégedett lehetek, hiszen felkészülésünket tekintve tényleg minden feltétel adott volt, jó rajtoltunk a bajnokságban. És hogyha igazából ilyen 4 meccses periódusukra bontottuk a szezonunkat, és az első 4 meccsben volt 9 pontunk, utána sikerült 10-et szerezni, a harmadikban 12-t, tehát igazából minden úgy alakult, ahogy elterveztük. Hát sajnos a vége, az utolsó 3 fordulóban 2-szer kikaptunk, de az utolsó mérkőzésen már szintén azt az arcunkat mutattuk, amit előzőek, úgyhogy én azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk a fél évünkkel. A szakember nem emelt ki egy mérkőzést az ősziek közül, mivel több találkozón is elégedett volt a pályán látottakkal. A hazai mérkőzésünket hoznám föl, hiszen ott nagyon tudtunk dominálni, és tényleg meggyőzőek voltunk. Az utolsó hazai mérkőzés kivételével talán az összeset, de a két olyan csapat, aki meggyőződésem, hogy meghatározója, és bele fog szólni a feljutásba, a hazai Tarpa és Máté Szalkai mérkőzés volt az, ami szakmailag is, szurkolóknak is, tehát mindenkinek szerintem minőséget jelentett. Bár a mándoki csapat az első helyen áll, Kocsis János szerint a Tarpán és a Máté Szalkán kívül is vannak olyan riválisok, akik szeretnék őket letaszítani az élről. Ezt a kettőt mondtam, aki igazából azokon a mérkőzésen szerintem a legkomolyabb játékerőt képviselték, de ezen kívül azért még van 3-4 csapat, és nem szeretnék rajtuk végigmenni, de akiknek még reális esélyük van, hogy beleszóljanak. A mi szempontunkból a bajnokság előtt azt gondolom kevesen hitték azt, hogy nekünk lesz erre esélyünk, de most mivel, hogy már megvan ez a lehetőség, természetesen szeretnénk ebből a lehető legtöbbet kihozni. Az, hogy ez a végén mire lesz elég, ezt meglátjuk, de én nagyon bízom benne, hogy az utolsó fordulókig harcba leszünk esetleg a bajnoki címér is. Mándokon nem terveznek nagy változást a téli szünetben, maximum 1-2 olyan futballista érkezhet, aki játéktudását és emberi tulajdonságait tekintve is beleillik a keretbe. A felkészülés január 15-én kezdi el Kocsis János együttese, amely a tavaszi nyitófordulóban február 25-én Nagykálóban lép majd pályára.